Sziasztok! 2024. május 22. szerda. És ahogy nézem, még szebb idő lesz a tegnapinál is. Ha visszamegyünk olimpiádára, megnézzük Stadira Rom városát, Arisztotelész szülőhelyét. És mindjárt megnézzük a hegyek irányát is. Itt sincs semmi felhő, alig párás a levegő, aztán fog tűzni a nap. És még egy fontos dolog, éppen hogy csak mozog a szellő. 11:30 van, és én már elindultam. Ebből az irányból jöttem. Ez itt már Stavrosnak a vége. És nézem, milyen szép partok vannak itt. Kicsit nagyobb kövek vannak, homokos. De teljesen meg van tisztítva a szeméttől, és ami mögötte van, az is nagyon szép. Szóval a bringát most is felkészítettem, viszek magammal 2 liter vizet, kis ilyen tengerjáró cipőt, hiszen remélem ma is lesz fürdés, és az odavezető utat nem fogom felvenni, ugyanaz lesz, mint tegnap volt, majd Stagériánál, a Romváros bejáratánál, ott kapcsolom be újra a kamerát, ha csak addig nem történik még valami, vagy nem látok valami szépet. Na persze, ahol szép tengerparti rész van, ott be fogom kapcsolni azért a kamerát. És nagy változás van a reggeli szélcsendet illetőleg. Ismét viharos a szél. Visszafordultam egy felvétel erejéig, ebből a sávból jól látszik a tengerpart. És persze most hátszelem is van. De most már fordulok, irány vissza olimpiádára. Akkor én itt most újra elhagyom a tengert, és jöhet a hegymenet. Szépek ezek a kis teákek. Ez is egy szép porta. Bejáratnál Leander. Szóval újra mászás, Stavros vége. Hát itt ott azért kicsit bekapcsolom a kamerát, nem bírom megállni. Azt mindenképpen észre kellett vennem tegnap, amikor jöttem vissza olimpiádáról, hogy sokkal könnyebb volt, mint a több lett volna a lejtő. És a tegnapi túrámból tanulva, a legrövidebb út olimpiáda partjához, az itt erre van le balra. Van egy tábla, ez a zöld Alpe, meg egy fehér mellette. Tudjátok, erre lesz az a vizes átkelősdi. Aj, de szép hangulatos ez a hely. Ó,
Garden Residence. Most újra kiértem Olimpiáda partjához, ugye itt jártunk tegnap. Itt van a térkép is, és fölmegyünk Stagéria romvárosához. Nyitva kell ma már lennie, de majd visszafele igyekeznünk kell, mert csak 3:30-ig van nyitva, utána zár. Ezen a stégen is jártunk tegnap. Most már úton vagyok felfelé a romokhoz, de itt megálltam, ránézünk Olimpiádára. Itt a kis szentély, dicsértessék, és itt a korlátnál kitekintünk. Bringát nem hozom ebbe a füves részbe. No, alattam a kikötő, és előttem Olimpiáda. Onnan innen mutatom. A templom, és akkor pásztázok. És itt a térség egyik legjobb strandja, ahol a bringám áll. Sikia Beach, így találjátok meg a térképen, itt fürödtünk tegnap, de a táblán csak Porti Ammúdiának van feltüntetve. És tényleg jó a vízminőség, csak egy-két apró szemetecske volt itt-ott-amott. És megyünk tovább a romokhoz. Itt a bejárat. Belépés elvileg ingyenes lesz. A kedd a szünnap. Ma nyitva kéne lennie, ennek ellenére zárva a kapu. Ezt nem értem, meg kell ezt nézni közelebbről is, nehogy megszivassanak. Folyton forgó kapu, ez meg itt le van láncolva. Hát mi a csuda van? Itt van, szerdától hétfőig, 8:30-től 15:30-ig, és most van 12:40. Ennyire megbízhatatlanok a görögök? Vegyétek úgy, hogy nem mondtam semmit. Jó, megszívtam, gyerekek, ugyanis. Én feltételeztem, mint a mi strandjainkon, ez a kapu csupán kifele forog, nem lehet bemenni, de tessék, már tegnap bemehettünk volna körbenézni. Szóval, ez egy kétirányú kapu, hiába zár ekkor vagy akkor, úgy néz ki, itt be lehet menni. Itt a bejárat. Mindig tanul az ember. Na már benn is vagyok. Mondjuk attól függetlenül, hogy ez két irányú forgós, lehet, hogy tegnap lezárták, és csak egy irányba ment. Ne, jól látszik a tegnapi tengerpart, ahol fürödtem. Ez Sikia Beach. Innen föntről talán még jobban látszik. Fantasztikus hely. Kafkánász szigete a távolban. És mögöttem ez a régi romváros erődének a fala húzódik fölfelé. Most vagy itt, vagy egy kicsit följebb lévő, ma már nem létező településen született Arisztotelész, a görög filozófus. És itt föl lehet menni egyenesen. És itt vannak egy hellén falunak a rom maradványai. Ó, de szép a kilátás innen. Gyönyörű ez a partszakasz. És ez egy körtúra lesz elvileg, majd valahol ott fogunk visszatérni abból az irányból. Körtúraként van ez megcsinálva. Hát akkor folytassuk az utat erre. Nem akarom hosszúra fogni a dolgot, bármennyire is
Lekötöttem a bringát a bejáratnál. Nem vagyok nyugodt, ha nincs mellettem. Ez valami bizánci erődnek a romjai. És erre visz tovább az út. Már elindul lefelé az ösvény, szemben a tengerrel. És újabb romok vannak előttünk. Körbe lehet járni itt a romokat. Ó, de szép a tenger! Kafkana szigete. Menjünk tovább erre. Ilyen kis búvó út ez. Itt lent a tenger. Még itt is egy ilyen településfal, vagy várfal. Tudta az öreg, hol kell születni, mi? Arisztotelész. Nem semmi. Megint kijutunk valahová. A település a romjai láthatók itt. Régi olajfák. Ez lehet itt a várfal, amit a strand bejáratánál láttunk. Igen, elvileg ez a bizánci erőd fala. Omlós itt minden. Újabb ásatási terület. Szóval ez a hely, itt van nem messze olimpiádától, Stagéria volt, és ezt jártuk körbe, és ez valóban egy ilyen körtúrát képezett.
Hol van a kerékpár? Látom, ott van. Ennek nagyon örülök. És kimegyek a forgókapun, és visszaszerelek mindent. Most van délután 2 óra. Rendbe vágtam a bringát, visszaszereltem rá mindent. Ezzel Stageira kipipálva. És arra gondoltam, még lemegyek délebre, kicsit körbenézek arra is, milyen partok vannak. Időnk az van, nem hagytam itt sokáig a bringát felügyelet nélkül, biztos, ami biztos, siettem vissza. És elmegyek egyszer ebbe az irányba, Stratoni felé. Innen jövök éppen fölfelé, de megálltam itt a kanyarba egyet szusszanni, meg egy kis nápolyi csokira. Aztán ott megy föl az út, és csatlakozik a főúthoz a hegyen. Na, megvolt a kis siesta, jól esett ez a pihenés. Elmajszoltam a nápolyi szeletet, és fogy ám a víz rendesen. Az ülésem alatt ez a tépőzáros kulacs tartó, ebbe a fél literes víz az már teljesen kiürült. Most már csak ebben a kettőben van, nagyjából 1 liter. Itt is van valami megálló, pihenő, fotózkodó hely. Hát lássuk. Ez tényleg szép hely. Le is tettem a bringát. Van itt egy ilyen datoja pálma kivágva, itt a törzse. Erre most rá is állok. És akkor mutatom a kilátást. Előttünk olimpiáda. Ott a sziget, Kaskanász. És ott voltunk, a romoknál. Még látszik is a várfal. Ide való paripa ez. Pont az ilyen hegyes, köves utakra. És látszik a várfal. Itt is van egy kiépített parkoló. A várat, a romokat megnéző turisták részére. És visszaértem ehhez a főúthoz. Ezzel jöttem be Stavroszból olimpiádára. És itt is van egy bejárata a romoknak. Nézzétek! Stageira. És ott egy bejárat. A leánderek mögött. Nagyon pozitív volt, hogy ingyenes a belépés. Itt azért már töredezett az út, nagy teherforgalom miatt gondolom. Innen jöttem a lejtőről gurulva, ide is benézek erre a partszakaszra. Hű, de jól néz ki! Itt aztán vannak álompartok. Csak nagyon szeles az idő. Ezt mutatom majd azt a részét is. Szép part, de rendkívül viharos. A víznek gyönyörű színe van. És végig ez az apró homokos, nem köves. Ez egy álompart. Azt a micsoda hullámok. Itt lehet szörfözni.
Ez a tengerpart Amos volt, Amos a neve, de azért még tovább nézünk arra. Ez gyönyörű part volt, talán az egyik legszebb, amit itt láttam. És visszajöttem, mutassam. Amos. És az ott a lejárója. És a táblától egy ilyen 20 méterre itt kell lehajtani. Ez a gyönyörű part szakaszhoz. Tehát itt található Amos. Görög szentély az út szélén, ez a mini leánderek között, dicsőrtessék. Emelkedő egy kis görög tájjal, széles út, de még mindig nem az a túl mediterrán. Onnan jöttem olimpiáda irányából, és itt is van egy Zugla vagy Jungle nevű part, ezt még tegnap a pincér ajánlotta, és lemegyek, megnézem ezt is. Az út nem túl jó itt lefelé, köves, sziklás, csúszós is egy kicsit, ezért is hagyják fent az autókat. Elvileg ez az a partszakasz, Zugla, vagy Jungle neve. Lépcső visz lefelé, és akkor körbe is nézek itt. Hát ez inkább való nekem. Csendes, nyugodt, partja homokos és tiszta, és a szél sem fúj. Hát ez jó hely lesz itt szerintem, nagyon jó. Távolban ott van Stagira, ott voltunk a romoknál. Gyönyörű hely. Hiába ezt a partot leginkább a görögök ismerik. Eldugott, csendes vízű, nem fúj a szél, finom homok és tiszta. Na hát akkor most van 3:44, lehozom ide a bringát, aztán sátrat verek. Akkor vár minket a part. Zugla, vagyis Jungle. Jó tippje volt a pincérnek tegnap. Eldugott, de annál szebb hely. És közben már itt a bringát fölpakoltam. Megkészítettem. Továbbra is ruhafogasként és italbárként fog üzemelni. De kényelmes így a vízben áldogálva nézelődni. Ez igen. Igen. Szép volt az a legelső part, amit mutattam, de az inkább a szörfösöknek volt kedvező. Nagy hullámok és erős szél volt. Ez azért jóval nyugodtabb. Itt is vannak helyiek, görögök. Fiatalok ott napoznak. A turisták nagyon nem ismerik ezt a partot. Most már 4:60. Talán egy kicsit mérséklődött a napereje. Bekentem magam, és akkor bemegyünk a vízbe. Most is csak fő a fokozatosság. Kavicsos, homokos, nagyon kellemes, és nem is túl hideg. Már rögtön derékig ér. Nem az a túl meleg azért. Ilyen 22-23 fokos lehet.
Nem messze vagyok a parttól. Itt már nem ér le a lábam. Körülbelül egy ilyen 15 méter, és már itt mély. Gyönyörű a víz, csodálatos. Tényleg nagyon jó a víz, öröm benne megmártózni. Az egyik legszebb part ez, amit itt láttam. Stavrosé az nem hasonlítható hozzá, ez sokkal tisztább, sokkal szebb. Úgyhogy érdemes bérelni valami járgányt, motort, autót, esetleg bringát, és kicsit távolabb látogatni Stavrosról. Van itt egy csomó jó part, például az is ott szemben, az volt az Amos Beach. Gyönyörű a vízszíne, kellemes, zöldes, hátrébb kékes, fantasztikus. Tényleg egy jó hely. Fölhúztam azért a tengerjárócsukát, az jó biztos. Leteszem a kamerát, kicsit visszamegyek, aztán még fürdök egy picit. Már biztos elmúlt fél hat is, és elhagyom ezt a szép tengerpartot. Ez volt a Jungle Beach. És most visszamegyek az Amos Beachre. Vissza is tértem Amos Beachre, és ahogy nézem, a hullámverés nem nagyon csillapodott. A szél talán egy picit igen. Itt most letesszük a bringát, illetve beljebb toljuk. És van hullámzás. Ez a másik szép strand, ami nekem nagyon tetszett. Na, le is pakoltam a cuccokat, és tudjátok mi az érdekes? Nem fúj a szél, viszont mégis milyen erős a hullámverés. És az előbb ott voltunk szemben a Jungle Beach-en. Innen légvonalba pár száz méter. Már idefele jövet is nagyon tetszett nekem ez a tengerpart, hogy ilyen hullámos, csak rettenetesen nagy szél volt. Ez érdekes, hogy elállt a szél, és mégis így mennek a hullámok. De tajt égzanak. Üdv Amos Beach-en! Ilyen hullámoknak elég nagy erejük van, úgyhogy csak óvatosan megyek be. És mekkora itt a hullámtér. Nézzétek, hogy tajtékzik a parton. Miket lök. A fodrok előtt állok. Azt, amiket csak. Ott van a legnagyobb ereje. Azt láttátok ott hátul? Júj! Fantasztikus! És mondom, szélcsend van! Egyszerűen szélcsend van közben!
milyen szép színe van a tengernek. Nem is mondtam, itt ilyen homokos, apróbb köves a talaj, de nem olyan tiszta a víz, mert korbácsolják a hullámverések. Hát Zugla Beach, Jungle Beach angol nevén, fantasztikus volt, tényleg jól nézett ki, de így szél nélkül ezek a hullámok, ezek még azt is verik élvezetben. Oda nézzetek, itt jön egy. Azt, amilyen erejük van. Ez a része itt a legvadabb. Ezt figyeljétek! Itt is egy mellettem. Itt jön egy. Fantasztikus. Annyira jól néz ki. Hát, ha ilyet szeretnétek látni, akkor föl kell kerekedni Stavrosról valamilyen járgánnyal, és el kell jönni erre a déli irányba. Mert ez a part, ha nem fúj a szél, Amos Beach, nagyon jó hely. Szemét nincs, talán egy vagy kettő nylon darabka, és ha osztályoznom kellene a partokat az itt létem során, most Stavros nyaralásnál, ez mindent visz. Ez a legszebb, gyerekek. Ebbe van élet, hullámzás, szép homokos a part, szuper. Nézzétek, milyen szép itt a pöveny. Egész a lábam így jön. Hihetetlen. Tényleg csúcs. Amos Beach. Ez viszi a pálmát nálam. Nagyon jó ez a hullámzás. Csak jönnek, jönnek a hullámok szélcsendben. Hihetetlen. Haszt a betyárját, ez is egy fél méteres volt. Miért rombol a parton? Pusztít. Pusztít! Nagyon tuti. Hát ez egy élmény volt. Megérte ide eljönni. Megérte. Nem szabad egy helyen leragadni. Körbe kell nézni, amennyire csak lehet. Megnézni a partokat. A betyárját. Jó volt ez a fürdés. A legjobb a világon. Ez egy nagyon szuper part. Itt-ott azért van egy kis szemét, de ez a hullámzás kárpótolja. Főleg szélcsendben. Igazán vadregényes. Fantasztikus. Legjobb ilyenkor 7 óra körül. Most viszont én elkezdem lassan a szárítkozási projektet. Egy kis szellő van, segíteni fog, és még a vízicipőt is ki kell mosni. Fél 8 van, összepakoltam, megszárítkoztam, nem egy egyszerű mutatvány, ez az apró homok bemegy mindenhova. És most elhagyom ezt a partot, ez tetszett ma a legjobban, ahogy mondtam. Még most is milyen szép, ahogy hullámzik. És akkor elindulok innen vissza Olimpiáda felé. Fél 80, ideje lassan visszamennem. Hamar le fog menni a nap.
még egy visszapillantás olimpiádára. Milyen szép szélmalom. Ez is egy nagyon hangulatos hely itt. Komolyan mondom, ezek a fülemülék hihetetlenek, egész nap énekeltek, és még most napnyugtakor sem hagyják abba, jobbról, balról. 8:30 múlt, visszaértem a körforgalomhoz. Ezek már Stavros fényei. Na, le is fordulok hazafelé. Van a kosárpálya, játszanak a srácok. Kisbolt zárva, be balra. Három, négyed, tíz lesz. Jöttem a lámpa alá, hogy legyen egy kis fényem elbúcsúzni. Jó volt ez a mai kis túra. Szép tengerpartokat láttam. Jó volt az időjárás is. És most fölmegyek. Leszerelem a bringát, megkötözöm, aztán jöhet a zuhany és a pihenés. Akkor mára itt záródik a rész, találkozunk holnap. Csáó mindenkinek, sziasztok!